Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három legfontosabb kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, ami az ő gondolatait és terveit illeti. Ez itt felül és alul látható. Nála megvan a hit, megvan a bizalom, mert tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy itt a sorsok könyvében ez meg van írva. De ő úgy gondolja, hogy te visszahúzódó vagy és bizonytalan. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy nehezen hozol jelenleg döntéseket, hogy elgondolkodsz azon, tegyem vagy ne tegyem, milyen irányba fordulnak az események. Amit a kártyák még mutathatnak az ő gondolataiban, hogy ő tudja azt, hogy te nagyon tehetséges vagy a spirituális területen. De ő úgy gondolja, hogy te kételkedsz magadban. Az érzelmei itt láthatóak. Itt az egész világ jelentheti azt, hogy ő boldog. A legszívesebben átölelni az egész világot. Ez a kártya jelenthet utazásokat is, hogy tervez veled együtt egy utazást. Amit még ez a kártya szimbolikusan jelent, ez az idő, mégpedig egy év. Mert itt a sarokban láthatóak az elemek szimbóluma. A föld eleme, a levegő eleme, a víz eleme és a tűz eleme. A négy elem szimbolizálja az évszakokat is. Tavasz, nyár, ősz, tél, és a négy évszak így együtt pontosan egy évet jelent. És az nem biztos, hogy ő egy évig várni akar, amíg változások lesznek, hanem azt jelenti, hogy egy éven belül szeretné megvalósítani azt, amiről ő álmodik. Itt látható, hogy kezébe veszi a dolgokat, és cselekedni fog. Kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, és itt látható, hogy ugrik előre, mozgásba jön. Vannak ötletei, amit ő szeretne megvalósítani, és keresi veled a kapcsolatot, hiszen beszélni akar veled. Hogy mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Itt győzött valaki felett, vagy egy bizonyos helyzet felett. Mivel ez a kártya mutatja a cselekvéseket, ő be fog erről számolni neked. Lesznek változások, de aktuálisan ez még egy átmeneti időszak, hiszen ő irányítja az eseményeket. Ez a csónak előre megy, az egyik partot már elhagytátok, az lehet ez a kihívás, ez a helyzet, de az új part, a lehetőségek, a jövő még nem látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. És az jelenti a gondolataidat, ötleteidet és a kommunikációt. Ő keresi veled a kapcsolatot, hiszen beszélni akar veled. Ez a felvétel június 28-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold az Uttarapadra
holtházban van. Az azt jelenti, hogy itt most előre folyamodnak az események, és mint egy patak, aminek tisztító hatása van, ez hat most ki ránk. Hogy itt tisztázódnak most bizonyos dolgok. És van egy feladat, hogy tisztázzuk a gondolatainkat, az érzelmeinket. Ezen a napon, június 28-án az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Vénusz bolygó között. Mégpedig a tűz eleme és a levegő eleme kapcsolja össze őket. Sőt, itt is látható a tűz eleme, a levegő eleme, megint a levegő eleme, sőt, itt is a levegő eleme látható. Mindkettő, a tűz eleme és a levegő eleme is jelenti a mozgást. Itt előre mennek, folyamodnak az események. Ez egy szép kapcsolat a férfias és a nőies energia között, ez kihat a párkapcsolatra, és kellemes. A nap és Jupiter bolygó között is van egy jó kapcsolat, a nap megvilágít egy bizonyos témát, ahol igazságról, esetleg igazságtalanságokról van szó, de kiderül a valóság. Ezen a napon, június 28-án Neptun bolygó és a Hold együtt hat a halak jegyéből, az indiai számítás szerint. Neptun bolygó jól érzi magát a halak jegyében, hiszen uralkodik itt. A Hold és Neptun bolygó az nagyon hasonló, hiszen érzelmekről van szó, álmokról, vágyakról, elképzelésekről, esetleg kihathat a művészi területekre, vagy az álmainkra, a vágyainkra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a többi kártyák. A főpapnő. A főpapnő azt üzeni, hogy még benne vagy a toronyban. Ez egy szűkös helyzet. Lépj ki ebből. A torony az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, ahol most döntések lesznek. Ez a kép jelentheti azt, hogy befele tekintesz, és döntésekről lesz szó, de jelentheti a bizonytalanságodat is. Miről van szó konkrétan? Itt a lilium virágnak van tisztító hatása. Tiszta érzelmek, tiszta gondolatok, higgy ebben. És abban is, hogy tisztázódik valami. Erre utal az utalapadra holtház is. Amit ez a kép még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy itt bizonytalan vagy, mert nem tudod, miért közeledik. A testi kapcsolat miatt, vagy vannak tervei veled? És most megnézzük, hogy hol lesz itt ez a nagy ugrás, a mozgás, az ő döntése. Itt is a lovas férfi jelenik meg, mozgásba jön, közeledik hozzád, lesznek változások. És itt ez az egész világ utalhat egy utazásra is. Itt a hold jelenti az ő álmait. Lehet, hogy erről álmodozik, hogy legyen egy közös út, egy közös életút, vagy nyaralni akar veled, ezt tervezi. És itt látható, hogy cselekszik. Milyen cselekvések lesznek nála?
Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, hogy mennyire fontos ez a biztos, stabil párkapcsolat, ahol le tud horgonyozni. Ezen dolgozik. De ez a horgony jelentheti a munkahelyet is. Lehet, hogy ott lesznek majd változások. Itt a királynő látható, ez te vagy, és te hozol itt fontos döntéseket. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt. Ha félelmeid vannak, akkor az betegít. Ezzel a karddal elvághatod a félelmeket, átteheted magadat a félelmeken, és akkor lesz egy gyógyító erő. Ez a kígyó, ez lehet egy hölgy is, például az ő ex-társnője. És ez a kard, illetve a levegő eleme jelenti a kommunikációt, vagy ti ketten beszéltek erről a nőről, vagy te úgy gondolod, hogy ez a nő pletykálkodik, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy van a környezetedben egy hölgy, egy kolléganő, egy barátnő, vagy valaki a családból, és vele is akarsz beszélni. Itt látható nála a győzelem. Itt a fa szintén utalhat egészségügyi témákra. Azt is jelentheti, hogy ezen a területen dolgozik, és ott voltak kihívások nála. A fa jelenti a biztonság érzetét is, ahol le tud gyökerezni. Lehet, hogy valaki volt az ő közelében, és megpróbálta megakadályozni azt, hogy legyen meg ez a biztos talaj a lába alatt. Itt vannak változások, egy átmeneti időszak. Miről van szó konkrétan? Hát a szerelemről, hiszen ő szeret téged, kimutatja az érzelmeit, lezárja a múltját, és lesz egy közös otthon, egy közös életút. Az ő aktuális energiája, ő boldog veled, itt van a szerencse, a szerencsés fordulat, és a te aktuális energiád, itt a madarak jelentik a levegő elemét, ugyanúgy, mint itt látható, ahol uralkodsz, mint egy királynő. Ez a könnyűség, a mozgás, és jelenti a kommunikációt is. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó. Én nagyon örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy megkereshetsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!